fiatalság, bolondság, ez a 80-as években sem volt másképp. Vannak filmek, amikre haragudnunk kellene, főként szülőként. Ilyen például a Meglógtam a Ferrarival is, ami valószínűleg nem kevés tanár és szülő életét keserítette meg, de mégis annyira szórakoztató és örökérvényű, hogy az ember inkább hallgat a szívére, ha értékítéletet kell mondani felette. Sokat hozzátesz ehhez a flegmaság és a trollkurzus megtestesítője, Ferris Bueller, akinek megformálója, Matthew Broderick most töltötte be a 60-at. Igen, ő is öregszik. Hirdetés. Talán már Broderick sem az a semmire kellő kamasz, aki végzősként meglógott valakinek a Ferrariával, de bocs, Matt, akarom mondani, Ferris, ezt a húzásod nem fogod egy könnyen elfeledtetni velünk. Jól megjegyeztük monológiaid, amiket a kamerába mondtál, drukkoltunk, hogy nehogy lebuki a szüleid és a tanáraid előtt, és bizony, olykor még haragudtunk is rád, amikor csak a saját fejed után mentél. John Hughes Tini vígjátéka, ha esetleg még valaki nem látta volna, egy iskolakerülő kamaszrác napját követi végig, aki haverja és barátnője társaságában Ferrariba pattan, és mit sem törődve a szülei gondoskodó szeretetével és az igazgató kevésbé szeretetteljes törődésével útnak indul Chicago belvárosába. Az alapkonfliktus helyzet komikumokat szül, a humoros pillanatok azonban nem egyszer csapnak át komolyabb hangvételbe, ami bár nem fordítja ki a vígjáték műfaját, mégis több réteget ad ennek az alapvetően egyszerű történetnek. Felhívja a figyelmet arra, hogy a törődésre és a figyelemre igenis szüksége van egy 18 éves fiatalnak, még akkor is, ha ezt nem vallja be magának, hiszen ebben a korban alakul ki igazán a személyisége, amikor érzelmileg a legsebezhetőbb. Cameron karaktere tökéletes példa erre, mindvégig ott van Ferris mellett, de nem tudja levetkőzni magáról az apja által ránehezedett nyomást, és a film lezáró nagy jelenete pont ennek a kicsúcsosodását mutatja be a maga keserédes módján. Ezt láttad már? Rengeteg hír, cikk és kritika vár ezen kívül is a Pollywoodon. Iratkozz fel a hírlevelünkre, mert kiválogatjuk neked azokat, amikről biztosan nem akarsz lemaradni. Kijelentem, hogy az adatkezelési nyilatkozat tartalmát megismertem és azt elfogadom. Feliratkozom. A tinédzserkor mellett a tanári szerep kifigurázása és sztereotipizálása is fontos részét képezi Hughes filmjének. Persze nem szándékom egy vígjátéknak szánt filmbe azért beleszállni, mert bizonyos társadalmi jelenségeket vagy csoportokat kiparodizál, de azért érdemes szemügyre venni, mind a gazdaságtant oktató, egyébként ténylegesen a tudományterületen végzett Ben Stein figuráját, és a Jeffrey Jones által megformált igazgatót, akik közül egyik sem ért a fiatalok nyelvén. Sőt, kifejezetten antipatikusnak és szánalmasan nevetségesnek ábrázolja őket Hughes, ami a történet szerint elegendő indok arra, hogy néhány suhanc meglógjon a Ferrarival. Minden esetre ennek köszönhetően kaptunk egy veszettül szórakoztató Janust, aki talán az Amadeusban második Józsefként volt ennyire vicces. A film akkora népszerűségnek örvendett, hogy utána néhány évvel az NBC berendelt egy sorozatot is, amiben bár más színészek alakították a szereplőket, próbálták a klasszikus történetét és stílusát részletesebben kibontani. Mondanom sem kell, a széria meg sem közelítette az eredetit, egy évad után elkaszálták. Ebből is látszik, hogy a Meglógtam a Ferrarival egy jelenség, amit nem lehet csak úgy lemásolni vagy rebootolni. Inspirációs alapnak tökéletes, meríteni lehet belőle, ahogy azt később számos műfajbeli meg is tette, de sajnos el kell fogadni, hogy az überlaza Matthew Broderickből, a kesergő Ellen Rákból, vagy a drogos Charlie Sheenből egy van, nem több. Isten éltesse, Mr. Broderick. Ezt láttad már? Rengeteg hír, cikk és kritika vár ezen kívül is a Pollywoodon. Iratkozz fel a hírlevelünkre, mert kiválogatjuk neked azokat, amikről biztosan nem akarsz lemaradni. Kijelentem, hogy az adatkezelési nyilatkozat tartalmát megismertem és azt elfogadom. Feliratkozom. Jöhet még több film, sorozat, könyv, képregény. Kattints ide,